Szia Fanni, az első Trust Summitet, hogy érezted magad, mint előadó? Szia! Hát eléggé izgultam egyébként, mert így magamtól nem szoktam beszélni, ahhoz vagyok szokva, hogy ugye kérdezgetnek, de nagyon örülök, és szerintem hát sok pozitív visszajelzést kaptam, úgyhogy lehet, hogy ez tényleg működni fog nekem, mint jövő cél, majd ha abba hagytam az úszás, hogy motivációs előadó tudjak lenni. Azt gondolom, hogy hatványozottan fontos, amit csinálsz, és cégvezetői szemszögből is fontos. Mennyire nyitottak az emberek a megváltozott munkaképességgel élők felé? Szerintem onnantól kezdve, hogy megismernek egy fogyatékossággal élő embert, vagy bárkit, aki közülünk való, a sorstársaim közül, tényleg az embert nézik, miután megismerik. Az elején tényleg sajnos van ez a távolságtartás, nincs ez az egyből bratyizgatás, legalábbis én ezt tapasztalom az életem során, viszont utána ugyanúgy haver, ugyanúgy barát, és ugyanúgy kolléga tud lenni bárki. Mit tanácsolnál a két különböző oldalnak, mint munkakereső, és mint valaki, aki munkát szeretne adni egy megváltozott munkaképességűnek? Aki szeretne munkát adni, nekik mindenképp azt javaslom, hogy ezért nézzék meg az épületet, hogy mennyire akadálymentes. Tehát, hogy ez a legfontosabb, és mindenképpen segíteném annak a munkáját, aki hozzájuk jelentkezik. Így az első időkben, persze én is csak magamból indulok ki, tehát, hogy nem szeretnék mások nevében beszélni, lehet, hogy valaki szereti azt, ha bedobják a mély vízbe. Én azért így szeretek felkészülni a dolgokra, valahogy az életem erről szól. Aki pedig munkát keres, én azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy kimozduljon és csinálja az életét, mert sajnos nagyon sokan vannak, akik ragadnak a négy fal közé, mert esetleg szégyellik a sérülésüket, vagy nem igazán találnak motivációt az életükhöz. De azt gondolom, hogy egy életünk van, és ha már úgymond ezt dobta a gép, és ezt kaptuk a sorstól, akkor igenis meg kell tanulni vele élni, és előre menni. Ez így nagyon keménynek hangzik, de úgy gondolom, hogy ez csak egy döntés a fejben, amire bármikor képes egy ember. Itt a Trust Summiton a jövőt építjük. A jövő munkaerőpiaca nyitott, szerinted? Szerintem egyre nyitottabb, igen. Ahogy én látom az emberek hozzáállásán is, nem csak velünk fogyatékossággal élőkkel, hanem amúgy bármire nyitottak. Tehát, hogy nekünk embereknek az az egyik nagyon jó tulajdonságunk, hogy egy pillanat alatt tudunk alkalmazkodni olyan szituációkhoz, amit előtte el se tudtunk volna képzelni, és ezért vagyunk emberek, ebben rejlik az egyik erőnk. Legyen erőnk. Köszönöm szépen, Fanni.